ülésezett a képviselőtestület, tűz volt a turkevei strandon, sorsára hagyták a bácsit, bringás rekord a Tiszatónál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 8-án 18 óra 5 perckor. Karcag város önkormányzatának képviselőtestülete megtartotta soron következő testületi ülését. Az ülésen jelen volt Vajó Sándor címzetes tűzoltó őrnagy, a Jászhegy-Kun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség kiemelt főelőadója, akinek Karcagváros közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros közbiztonságáért díjat adományozott. A napirendi pontok megtárgyalása előtt Szepesi Tibor az önkormányzat nevében köszöntötte Vajó Sándort, és gratulált a munkájához, valamint további sikereket és jó egészséget kívánt. A rendőrség napja alkalmából április 24-én dr. Pintér Sándor belügyminiszter, miniszterelnök helyettes, Bakóné Tóth Éva rendőrőrnagyot, a karcagi rendőrkapitányság kiemelt fővizsgálóját, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül közlekedés rendészeti kategóriában az év rendőre miniszteri díjban részesítette. A rangos elismeréshez az önkormányzat nevében Rózsa Sándor jegyző gratulált. Szintén a rendőrség napja alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter, miniszterelnök helyettes, Szent György érdemjelet adományozott Labanc Mihály rendőr főtörzászlósnak, a karcagi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály, a körzeti megbízotti alosztály, szabálysértési előkészítő csoport, csoportparancsnokának. A méltó elismeréshez az önkormányzat nevében Rózsa Sándor jegyző szívből gratulált. Az április 22-én megtartott megyei ünnepi állománygyűlésen dr. Rádi Norbert rendőrezredes megyei rendőrfőkapitány soron kívül előléptette rendőrzászlósá Juhász Gabriella rendőrfőtörzsörmestert, a karcagi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály körzeti megbízottját. Az elismeréshez Rózsa Sándor az önkormányzat nevében gratulált, valamint további eredményes munkát, jó egészséget, kitartást kívánt. Szintén a megyei ünnepi állománygyűlésen dr. Rádi Norbert rendőrfőkapitány elismerésbe részesítette Vajó Imre rendőrtörzászlóst, a bűnügyi osztály nyomozóját, és Labanc Attila rendőrfőtörzsörmestert, a vizsgálati osztály vizsgálóját. A kiemelkedő teljesítményhez az önkormányzat nevében Rózsa Sándor gratulált, és további jó erőt, egészséget, kitartást kívánt. Az OTP Agrár Gálán Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a karcagi Agrosprint ZRT-t kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként nemzetközi kategóriában agráriumért OTP díjjal tüntette ki. A kitüntetéshez a Karcagvárosi Önkormányzat nevében szívből Rózsa Sándor gratulált, valamint az Agrosprint ZRT igazgatóságának és munkatársainak további munkájukhoz minden jót kívánt. Az önkormányzat köszöntő ajándékát Fülöp Gáborné tulajdonos igazgatósági tag vette át. Az idejében a Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium technikum és kollégium diákjai országos szakmai versenyeken vettek részt, ahol az ágazati és ágazaton belüli szakmai érettségi vizsga, tárgyak, verseny országos döntőjén Farkas Máté 12B osztályos tanuló második helyezést ért el. A mezőgazdasági gépésztechnikusi végzős évfolyamon az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjében Nagy Pál 5/13/B osztályos tanuló 9. helyen végzett és igazoló oklevelet kapott a technikusi szóbeli vizsgafeladat aluli mentesítésről 100%-os teljesítménnyel és 5-ös érdemjeggyel. Továbbá részt vettek az Euroskills 2023 nemzeti válogató nehéz gépszerelő versenyszámban is, melyen Csala Dávid Károly 12B és Szabó Sámuel Péter 5/13B osztályos tanulók remekül szerepeltek. Felkészítőjük a gépész munkaközösség tagjai voltak. A kiváló eredményekhez a Karcagvárosi Önkormányzat nevében Rózsa Sándor jegyző gratulált a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak, és további szép eredményeket kívánt.
Az elismerések átvétele után Rózsa Sándor jegyző adott tájékoztatást a két testületi ülés közötti időszakban történt legfontosabb eseményekről. Ez követően a napirendi pontok megtárgyalására tért a testület, melynek első pontja a Karcagvárosi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezésére tett javaslat. Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan a megszokott színvonalon biztosította a közfeladatok ellátását, illetve fontos szerepet kapott a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása, valamint a 2022 közepén az újabb pályázati lehetőségek kihasználása is. A javaslat egyhangulag elfogadásra került. Második napirendi pontként a Karcagvárosi Önkormányzat 2021. évi maradványának felhasználásáról szóló rendelet tervezetre tett javaslatot tárgyalta a testület. A Karcagvárosi Önkormányzat a 2021. évi feladattal kötött normatív és központosított állami támogatásokkal a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2021. évi költségvetési beszámolóban elszámolt a Magyar Államkincstár irányába. A napirendi pont ennek megfelelően egyhangulag elfogadásra került. Ezt követően a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014 10. hó 31-i önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat megtárgyalása következett. Az önkormányzat bizottságaiban a bizottságok összeállításában változások történtek, melyet szükséges a szervezeti és működési szabályzatban átvezetni. Ennek megfelelően a módosítás indokolt, így ezt a testület egyhangulag megszavazta. Negyedik napirendi pont a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013. 6. hó 28-ai önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat. A testület a címben jelzett önkormányzati rendelettel szabályozza a város közigazgatási területén az ingatlanok házszámozását, illetve a cím megállapítását, valamint az ehhez alkalmazandó jogi aktusokat. A módosítási javaslat egyhangulag került elfogadásra. Az 5. napirendi pont a 2021. évi ellenőrzési jelentésről szóló javaslat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési sztenderek figyelembevételével a helyi önkormányzat belső ellenőrzés keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Pánti Ildikó képviselő felszólalásában elismeréssel illette a városunkban működő revizorokat és köszönetét fejezte ki, amihez Szepesi Tibor polgármester az önkormányzat nevében csatlakozott. Mindenképpen köszönettel tartozunk munkájukért, és természetesen jegyző úrnak is, hiszen ő felügyeli a revizorok, az ellenőrök valóban kiterjedt és sokrétű munkáját emelte ki a polgármester. A napirendi pontot a testület egyhangulag elfogadta. 6. napirendi pont az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésre tett javaslat, amely szintén egyhangulag került elfogadásra. Ezután a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót tárgyalta a testület. Nagyné László Erzsébet képviselő, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója felszólalásában kiemelte, hogy az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi támogatások folyósítását a veszélyhelyzetre hivatkozással az elmúlt évben meghosszabbította. További támogatások kerültek megállapításra, és a rendkívüli támogatások is az elmúlt évben, például nem tüzelő esetében, nem utalvány formájában, hanem pénzbeli ellátási formában kerültek folyósításra. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangulag támogatta a beszámoló elfogadását, nagy köszönettel és tisztelettel adózva az ebben dolgozóknak, és érdemesnek tartja arra, hogy a testület elfogadása után a gyámhatóság részére benyújtásra kerüljön. Szepesi Tibor polgármester szintén elismeréssel adózott az ágazatban dolgozók munkáját illetően. A szociális ágazat dolgozói áldozatos munkájukkal gondoskodtak az elesettekről, a gyermekekről, az idősekről, segítették a szegényeket, a fogyatékkal élőket, a hajléktalanokat. Ők azok tehát, akik másokat gondoznak és másokról gondoskodnak. Nehéz hivatás, amely nem csak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést, ahogy a képviselőasszony is mondta.
Engedjék meg, hogy Karcagváros önkormányzata a képviselőtestület nevében itt is megköszönjem azt a munkát, különös tekintettel az elmúlt időszakra, amely a pandémiával azért tudjuk, hogy ahogy hallottuk hozzászólásban is nagyon megterhelte ezt az ágazatot is, hogy továbbra is áldozatosan végezték munkájukat, saját egészségüket is kockáztatva néha nap mint nap. Én kérem a jelenlévő intézményvezetőket, irodavezetőasszonyt, jegyzőurat, tolmácsolják képviselőtestület köszönetét, elismerését és nagyra becsülését. És sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok minden szociális területen dolgozó munkatársnak. 8. napirendi pont az idősbarát önkormányzat pályázaton való részvételre tett javaslat. A pályázaton való részvételt a testület egyhangulag támogatta. A következő napirendi pont az ifjúságbarát önkormányzat pályázaton való részvételre tett javaslat, amely szintén egyhangulag elfogadásra került. 10. napirendi pontként a Jászlanykun-Szolnok megyei turisztika értéke pályázaton való részvételre tett javaslatot tárgyalta és fogadta el a testület. A pályázaton a Karcagi Birkafűző Fesztivál megvalósulásával kíván indulni az önkormányzat, amely évtizedek óta kiemelkedő turisztikai értékkel bír, és idén újra megszokott módon valósulhat meg. A testület egyhangulag támogatta napirendi pontot. Ezt követően a Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Petőfi busz mozgó kiállítás bemutatásán való részvételre tett javaslatot tárgyalta a képviselőtestület. A javaslat egyhangulag került elfogadásra. A helyi kulturális életnek ezzel az utazó kiállítással történő színesítésének reményében. Következő napirendi pont a Betonstál Bau Kft. Által Karcagvárosban tervezett beruházás összefüggő egyes döntések meghozatalára tett javaslat, amelynek minden része egyhangulag elfogadásra került. Ezt követően a Karcag Horváth Ferenc utca 3-5 alatti 158 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helységek Karcagi Tankerületi Központ részére történő bérbeadására tett javaslat megtárgyalása történt meg. A Karcagi Kerületi Központ részéről Sági István tankerületi igazgató fordult kérelemmel az önkormányzathoz, miszerint szeretnék ezt a helységet bérelni raktározás és irattározás céljából. A napirendi pontot a testület egyhangulag elfogadta. A 14. napirendi pont a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés, amely 19 jelentést tartalmazott. Ezeket egyben fogadta el a testület egyhangulag. A 15-től 34-ig terjedő napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretén belül zajlott. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan június 29-én szerdán tartja. Egy elektromos szauna gyulladt ki szerda este Turkevén, egy Kuthen Király utcában lévő gyógyfürdőben. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a lángok mintegy 50 négyzetméteren átterjedtek az épület üveggyapott szigetelésű, faborítású tetőszerkezetére is. A lángok a szaunáról átterjedtek az épület lambéria fedésű és üveggyapott szigetelésű tetőszerkezetére is. Szolnokról, Mezőtúrról, Püspökladányról, Karcagról és Túrkevéről érkeztek tűzoltók a káreset helyszínére összesen 9 gépjárművel. Az egységek eloltották a szauna tüzét, illetve 3 magasból mentőről megkezdték a tetőszerkezet bontását, ugyanis mintegy 50 négyzetméternyi felületen átégett a szigetelés, ezt a tűzoltók kéziszerszámok segítségével távolították el. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, az épületben nem voltak vendégek, hiszen a fürdő ekkor már zárva volt. A katasztrófa védelem az esettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást indított. A rendőrök őrizetbe vettek egy szolnoki párt, amelynek tagjai pénzt követelve kíméletlenül bántalmaztak egy idős férfit. Bejelentést tett a rendőrségen az egyik szolnoki kórház orvosa 2022. május 21-én, hogy ellátásra beszállítottak hozzájuk egy idős férfit, akinek bántalmazásból származó súlyos életveszélyes sérülései voltak. A rendőrök azonnal a kórházba siettek, ahol a sértett elmondta, hogy 2022. május 18-án az esti órákban megjelent nála egy férfi és egy nő, akik pénzt követeltek tőle, majd bántalmazták. Az idős férfit sorsára hagyták, aki földön feküdt, majd értékek nélkül távoztak a helyszínről. Néhány nap múlva a sértett a kórházban elhalálozott. Kollégáim rövid időn belül elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 31 éves férfit és társát, egy 38 éves nőt.
A szolnoki lakosokat gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbevételükről határoztak, majd előterjesztést tettek letartóztatások indítványozására. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság életveszélyt okozó testi sértés, magánlaksértés és rablásbüntet kísérlete miatt folytat eljárást. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit. Egyre népszerűbb a Tisza-tó a bringások körében is. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint az idei tavasz utolsó hónapjában 10.653 kerékpáros hajtott át a kiskörei vízlépcső üzemi hídján, ami újmájusi csúcs, 500-al több, mint az eddigi legnagyobb, ötödik havi forgalom, amit 2018 májusában regisztráltak. Ezzel 2022 első 5 hónapjában összesen 15.430 biciklis gurult át a duzzasztón. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!